Azzal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a fűtési szezon előtt is már többször felhívta a figyelmet a tüzelőfűtő berendezések ellenőrzésének fontosságára. A kályhák, kandallók, gázkazánok, konvektorok és kémények karbantartásával ugyanis sokat tehetünk saját magunk és környezetünk biztonságáért. A szakemberek minden évben több ezer veszélyt jelentő hibát tárnak fel a készülékek átvizsgálásakor. Gázkészülékek minden egyes évben a legjobb, de legalább másfél évente fontos az ellenőrzésük, karbantartásuk. Mind maga a készülék, mind maga esetleg a gázvezeték tömörsége, a készüléknek a füstgáz elvezetése, friss levegő utánpótlása. Régi A és B-típusú gázkészülékeknek ezek a legnagyobb veszélyt okozó gázkészülékek, még manapság ezek a 30-20 éves készülékek. Ebből hallunk minden egyes évben szörnyű tragédiákat, hogy szénmonoxid mérgezést szenvedtek emberek. A nyílt égésterű készülékek általában az adott helyiség levegőjét használják. A megfelelő levegő utánpótlás nélkül azonban tökéletlen égés alakul ki és szénmonoxid keletkezik. Az e fajta berendezések használata esetén mindenképp ajánlott a szénmonoxid érzékelő elhelyezése az adott helyiségben. Nagyon szigorú szabályok mellett kerülhet fel ezek a régi nyitott rendszerű gázkészülékek, most már csak ezek a kondenzációs gázkészülékek vannak, amik nagyon takarékosak, nagyon nagy hatásfokkal működnek, és nagyon biztonságosak. Fordítsunk figyelmet a kémények ellenőrzésére is, hiszen az éves kontrollal és a megfelelő tüzelőanyag használatával megelőzhető, hogy a kémény miatt kigyulladjon például az otthonunk. Az elmúlt hetekben két alkalommal is vonultak a zalai tűzoltók egyébként olyan kéménytűzhöz, ahol izzott a korom. Dióskálon és Nagykanizsán volt ez az eset. Szerencsére a gyors beavatkozásoknak köszönhetően azért mindkét helyszínen sikerült megakadályozni a nagyobb kiterjedésű lakóháztüzet, azonban ezek az esetek is arra világítanak rá, hogy érdemes komolyan venni ezeknek az eszközöknek a karbantartását, és ellenőrizni például a kéményeket is. Ezzel ugyanis a saját biztonságunk érdekében teszünk nagyon-nagyon sokat. A vegyes tüzelésű kazánok, kandallók, kályhák esetében tilos például háztartási hulladékkal, nedves fával fűteni. Ezek ugyanis mérgező gázokat bocsájtanak ki, és károsítják a környezetünket is. Elsősorban száraz fát és szenet használjunk ezeknél a berendezéseknél. Érdemes tehát minden évben legalább egyszer időt szánni a készülékeink ellenőrzésére. Így nagyobb biztonsággal vághatunk neki a hidegebb időknek.